Sziasztok! Jelentkeznék a forrasztóállomásos videósorozat következő részével, amit hát úgy néz ki, sikerült befejezni magát a forrasztóállomást. Lehet, hogy éppen hallatszik a háttérbe, a gép most nyomtatja hozzá a burkolatot, ebbe bele lesz rakva a panel, meg minden egyéb, a tápegység meg külön fog elhelyezkedni a forrasztóállomástól. Ebben a videóban lesz egy teszt, egy összeszerelés és egy végső bemutatás, hogy hogy is néz ki maga a forrasztóállomás készre szerelve. Tartsatok velem! Jelenleg tesztelem a pákaállomást, ide még a gombok fognak kapni mindegyik egy-egy 100 nanós kerámia kondit, ugyanis azok a gombok úgymond, tehát a menüt nem igen lehet használni, mert van egy olyan prelegésük, ami arra utal, hogy ha megnyomom egyszer a gombot, most belép a menübe, tehát itt már a percet írja, viszont nekem először órát kellene állítani, így ugye lehet léptetni, na most át is ugrotta például az egész menüt. Tehát igazából ezt kellene kiküszöbölni, úgyhogy ide kapnak még mind a három gomb egy 100 nanofárádos kondit párhuzamosan. Most éppen a készenléti módot tesztelem, tehát 120 fokra van beállítva a hőigény, jelenlegi hőfok az ilyen 119 és 128 között ingadozik, ahogy a fűtés üzemel, ugyanis bang-bang módban működik a fűtés. Valamint még egy valamit tesztelek, az pedig a készenléti mód utáni kikapcsolás. Tehát most jelenleg úgy van beállítva a firmware. Ha beteszem a pákatartóba a pákát, akkor 120 fokra visszaveszi a fűtést, majd 10 perc után, tehát a 10 percig nem veszem ki a pákatartóból, akkor lekapcsolja a fűtést. Ez tesztelődik most, és közben meg folyamatosan ugye nézem, azért van kivéve az alaplap, USB-n folyamatosan nézem a soros monitort, hogy mit mutatnak az NTC értékek, mert amint látható, ott van egy NTC, ezt egy alulragasztóval körberagasztottam, a lyukakat azért ott kivágtam, de mindegy, az a lényeg, hogy nekünk ez így teljesen jól funkcionál, és most hát remélem, hogy jók lesznek a tesztek, és akkor a végén egy forrasztás. Bekerült a három kis kondi a kapcsolásba, és most megnézzük, hogy hogyan reagál. Azt mondja, van nekünk 2021.00, hát ez nem jó. Azt mondja, belépünk a menübe, év, ott is van, egy, azt mondja, 2020, hónapból visszafelé nem tudunk lépkedni, akkor azt mondja, hogy folyamatosan nyomjuk, akkor magától számol. 10. hónap van, menüvel tudjuk okézni, napok közül pedig azt mondja 24-e. Jó, oké, 13 óra, perc pedig 27. Hát én mindig egy perccel többre szoktam állítani. 28. Legyen 29. És akkor oké. 2020, 10-24, 13 óra 29. Szerintem teljesen jó. Mint látható, a házat úgy nyomtattam, nem lett tökéletes, de nekem teljesen megfelel. Célszentesíti az eszközt. Most már lejárt a 10 perc, körülbelül 10 perc beállított idő, és a pálka állomás kikapcsolta magát teljesen, most már hűl lefele. Ilyenkor, hogyha kivesszük a tartóból a pálkát, akkor nem fog visszakapcsolni. Ahhoz, hogy visszakapcsoljon, meg kell nyomni egy gombot. És visszakapcsolt a hőigénynek, ki is írta a beállított hőfokot, 280, és már fűti is vissza a pálkát. Innentől kezdve megvárjuk, hogy felmelegedjen, és lehet is forraszgatni szépen. Most visszakapcsolt 120 fokra, mert a helyére raktam a pálkát, és érzékelte, hogy bent van, így visszakapcsol készenlétbe. Mivel szeretném befejezni most már a videót, kicsikét módosítottam még a firmware-em, viszont még kell várnom Szabó Balázsra, mert még ő fogja véglegesíteni a firmware egyéb beállításait. Viszont én ezt a videósorozatot most már lezártnak fogom tekinteni egy kisebb forrasztással, mondjuk mit tudom én, kiveszek ebből a panelből egy alkatrészt esetleg, de úgyis a való életbe, tehát a folyamatos forrasztások alatt fog kiderülni, hogy mennyire teljesít jól ez a pálkaállomás. Hát ugye sok minden függ a pálkahegytől, valamint a pákától is, ugyanis ebbe a termoelem valahol itt helyezkedik el, a fűtőbetéthez pedig itt. És az a probléma, hogy mindig több hőmérsékletet mér, mint amilyen meleg a fej. Tehát a fej mindig melegebb hőfokra kell állítani, hogy ugye kompenzálni lehessen azt a értéket, amit mér a termoelem. Mert így elég nehezen olvassza meg az ohmt. Ahogy elnézem. Megolvassza, és nagyon hamar le is hűl. Mondjuk nézzük meg 350 fokon. Igazából lehet vele mókolni. De eddig nem valami jók a tapasztalatok. Főtekerem 400 fokra, tehát látszik 400 fokon van. Hegye alig éri el a 280 fokot. Így, hogy odaforrasztottam, 314-315. 320 fokot mér a hegyén. Tehát ez 80 fokkal kevesebb, mint amennyinek lennie kellene. Jó, hát igazából tesztelgettem. Próbálgattam, de szerintem ezen még van mit módosítani. Hát köszönöm, hogy velem tartottatok és megnéztétek a videót. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, támogathatjátok a csatornát a leírásba található linkeken. Nem sokára jelentkezek egy újabb videóval, addig is sziasztok!